Sziasztok! Ez itt a Kétvonalas Les legújabb beszélgetése. Mai beszélgető partnerünk Hetler Ádám, akit az újpesti érzelmű szurkolók bizonyára emlékeznek, akire emlékeznek. A 2000-es évektől közel 200 bajnoki, felnőtt bajnoki mérkőzésen lépett pályára lila-fehér színben, valamint az utánpótlás válogatottakban is szerepelt több világbajnokságon. Jelenleg azonban az újdonsült vezetőedzőjét köszöntjük, a DAB Azari Sportprogram Andersen Ligás csapatának, ahol egyébként az alsóbb korosztályokért is felelős. Nyáron nem változott semmi, ugyanúgy nem tudok beszélni. Szia Ádám, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszöntünk. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Sziasztok! Ugye nem titok, hogy mi akkor kerestünk meg téged, amikor elköszöntél Jászberényből, aztán mire sikerült összehozni a beszélgetést, addig a pólódból is megkiderül, hogy Dunai városban landoltál, de ne itt kezdjük, hanem ott, hogy fertőzöttél, meg hogy kerültél te kapcsolatba a jégkoronggal. Hát nekem a bátyám jégkorongozott. Ő amikor abba hagyta a jégkorongot, én akkor kezdtem, olyan 6 éves koromban. Igazából ez ilyen családi vonás volt, mert hogy a bátyám elkezdte, utána én is elkezdtem, hogy a kézilabda és a jégkorong közt volt egy kis átfedés, mert az elektromos, akkori elektromos el akart vinni az utánpótlás csapataiba, mint kézilabdázó, de aztán győzött a úgymond apai szigor, és inkább a jégkorong fele ment a dolog. Szerettem mind a kettőt amúgy csinálni, iskolai sport volt a kézilabda, amíg nem jött képbe ez az elektromos sztori, de maradt a hoki, igazából az volt a legjobb dolog szerintem. Ez ilyen a triviális kérdés, de nem bántad-e meg, hogy nem lehet tudni. Hogy mi lett volna. Igen, nem gondolom. Nem gondolod? Egyébként játékos pályafutásodra tekintve mire vagy a legbüszkébb, és van-e valami hiányérzet? Hát, talán a hiányérzet, hogyha kezdhetem azzal, az volt, hogy mi nem fedett pályán nőttünk föl. Aha. Mi ilyen 5-6 hónapot, ha jó esetben, ha jégen voltunk, vagy hogyha jégen is voltunk, akkor olyan állapotú jégen, hogy nem feltétlenül volt annak a jégkorongnak. Jó, ezt meg kivágjuk. Én szerintem értem, mit akarsz mondani. Ez még az a hógolyószós időszak, meg esős. Igen, tehát nekünk még nem volt. Hát olyan is volt a jégkorong akkor, amit abból ki lehetett hozni. Igen, te még találkoztál még a PKU azzal is? Újpesten? A Rolbának? A Rolbával? Persze. A rongyal húzta föl a jeget. Meg ugye, hogyha fölé lőttük a korongot, akkor kiment a hálón, és volt, hogy szegény Rolbást találta el. Úgyhogy nem is egyszer történt az, meg mondjuk mi megtanultunk kapura lőni, mert tudtuk, hogy nem lőhetjük fölé. Tehát, mert akkor bedobás van. Ilyen dolgok voltak, illetve én emlékszem arra, hogy egy szálka beleállt a vállamba még a fapalánkból, és ezt megközben operálta ki a doki. De hát igen, úgyhogy ha van hiányérzetem, akkor talán ez, hogy mi nem gyerekkortól nem kerülhettünk fedett csarnok alá. Én U21-es korosztály voltam, akkor még U20, bocsánat, amikor a Megyeri úton átadták a jégpályát. Hát egyébként nem akarok nagyon elidőzni ennél a témánál, de ugye mi akkor, mi kölyökként jártunk, kezdtünk el jégkorong meccsre kijárni, és hát Újpesten még nem plexi volt, hanem egy ilyen drótkerítés. Tyúkháló. Így van. Azon keresztül lefújták gázsprével, nem tudom, füzesült. Sőt, olyan is volt, hogy a rólba, ahol engedte le a havat, ugye ott kinyitották a palánkot, és a rólba belecsúszott a gödörbe, valamelyik szünetbe, és úgy kellett kihúzni onnan. Vagy most arra már nem emlékszem, hogy megállt a meccs, abba maradt, vagy sikerült kihúzzák valahogy, de én sejtem azt, hogy abba maradt a mérkőzés. Sőt, olyan is volt, hogy annyira fel volt olvadva a jég, hogy ki volt bolyázva körülötte, és ott már csak mondta a bíró, hogy nem menjünk arra. Tehát a sarkot, mert ott beton volt. Tehát igen, mi még ilyen körülmények között játszottunk. Szerintem itt nagyon sok gyerek, fiatal sportoló ez felháborodva menne jégre, hogyha lenne egy lyuk a jégen.
De hát el se hiszik, megér... szerintem el se hinnék, ha mesélnék. Pont az jutott eszembe, hogy ugye ez az az időszak, amikor még a harmadik harmadban térfélcsere volt 10 perc után. Simán, így van. De hogyha meg élményekről kell beszélni, akkor például az NHL lockout mikor volt, akkor a Rob Niedermayer meg a Jason Stradwick akkor volt a Ferencvárosban, és ugye nekik álmuk volt a nyitott mérkőzése, Winter Classic. Na most a Fradi az minden meccsét most játszotta a kis stadionba, és emlékszem, hogy volt is egy Ute Fradi, vagy Fradi Újpest, bocsánat, rengetegen voltak, és félbeszakadt a havazás miatt. És rengeteg ember kijött. Nyilván az nem Winter Classic volt a neve, akkor ott játszottunk. Tehát, hogy ők élvezték. Mekkora poén lett volna, és ez a Bolond Niedermayer még állítólag a hosszú séroja volt, jéghideg vízbe beváltott a séróját, a jobban tapadni, a sisak tudom, oda is vagy. Lőtt nekünk egy félpályás gól csuklóból Újpesten, emlékszem, meg se tudott mozdulni a kapusunk félpályáról, a bronz meccs volt, és a félpályáról belőtte. Úgyhogy akkor, hogyha a legnagyobb élményeket kell mondjam, akkor talán az, hogy abban az időben tényleg mi teltházak előtt játszottunk. Én emlékszem, Dunaújvárosba jöttünk le, és már nem engedték be az Újpest szurkolókat, annyi érkezett, tele volt a hazai szektorok is, Fehérváron is állandóan teltház volt. Miskolcon annak volt egy jó feelingje még a nyitott pályán, de ott is nagyon-nagyon sokan voltak. Úgyhogy az az időszak talán ezért lehetett jó, hogy rengetegen jártak akkor még. Oké, foci ultrák, sok foci ultra járt, de a hangulat az megvolt. És mi tulajdonképpen ott, mint fiatal újpestén, köztük nőttem fel. Tehát én meg ott pártársamat nagyon tudta vinni ez a dolog, hogy kijárnak a foci szurkolók tényleg minden mérkőzés. És rengeteg kapcsolat is van, meg barátság abból az időszakból ott. Igaz, még lejöttek hozzánk, és Fradi meccs után azt hiszem kikaptunk, és megkérdezték, hogy miért kaptunk ki. Tehát bejöttek a pályára, és az edzést az majdnem megállt. Ott a légiósok nézték, hogy mi történik, de igen, oda hívtak minket, és megkérdezték, hogy ez most miért volt, és nem szeretnék a következőben, hogy ez megtörténjen. Igen, de ezek szerintem pont ennek volt meg a feelingje, hogy érdekelte a szurkolókat, hogy kikapsz, és érdekelte az, hogy az ő csapatuk ne legyen ilyen szinten megalázva. Tehát szerintem ebben voltak tök jó dolgok. Kár, hogy ez egy kicsit kiveszett így. De ezek tényleg olyan élmények, amit a mi korosztályunk még átélhetett, aztán a fiatalabbak már nem. Azok a fiatalabbak, akik amikor abba hagytad a jégkorongot, rögtön az edzősködésbe belecsaptál, sőt, talán még aktív pályafutásod alatt is elkezdted. Miért az edzősködés? Hogy jött ez neked képbe? Talán úgy jött, 19 éves voltam, kevés edző volt Újpesten, és az U14-es edző, a Szakács Feri megfűzött, hogy segítsek neki. És akkor én fölmentem a vezetőséghez, és mondtam, hogy szeretnék besegíteni, és nem látták semmilyen akadályát. Besegítettem az U14-es korosztályba, és igazából így indult el az egész. Aztán gyorsan lépkedtem fölfele, mert a következő évben már U16-os csapatom volt, a Turbuc Martin féle társaság, Turbuc Martin, Tóth Ricsi, ők voltak abba a társaságba, de ott már viszont elindult az, hogy az Edward Giblák volt a vezetőedző, és ő már neki ez már nagyon nem tetszett abba az időbe. Egy elég jó kis U16-os csapat is volt, ha jól emlékszem, akkor bronzérmet szereztünk velük. Aztán az így abban maradt a játék utána, és utána hirtelen ugye megint az edzősködés jött. Az én kérdésem az lenne, hogy milyen edzői papírjaid vannak, illetve hogy mennyire fontos az, mennyire kell jó pedagógusnak lenni szerinted, illetve milyen lehetőségei vannak ma Magyarországon egy edzőnek képezni magát, akár online, fizetős tanfolyam, milyen anyagokat találsz online, vagy a klub segít például ebben, hogy külföldre juss egy képzésre. Hogy néz ez ki? Hát az a mi időnkben úgy nézett ki, hogy mi még a TFN kellett megcsináljuk ezt a B-licenszes edzőit is, de akkor még nem ilyen gyors talpalos 2 év volt, hanem ha jól emlékszem, nekem vagy 3 vagy 4 év volt, és az azért keményebb dió volt, mint amit most hallok, hogy meg lehet szerezni a B-licenszet.
Igazából az, hogy minden két évente van edzői licenc hosszabbító vizsgák. Az egy egynapos, vagy valamikor kétnapos, ott mentorálnak minket, és igazából leadnak anyagokat. Ez most, ha jól tudom, akkor szintekre van osztva, tehát a régebbi edzők már fönt vannak ilyen BC szinten, én is most már azt csináltam, és akkor akik elkezdték, ugye fiatalabb, ugye rengeteg fiatal edző van, ők kezdik az első szintektől felfele, de ez igazából két évente egyszer van. Volt egy ilyen mentorprogram, hogy országszerte voltak régiók, és akkor jártak a mentoredzők fejleszteni a kisebb klubokat. Jászberénybe is jártak, hol Miskolcról jött a Maier Peti, hol a Máriusz Gliga jött hozzánk, de ez ilyen adhok jelleggel volt. Valahol hallottam, hogy jól működik, egy időben állunk is jól működött, de aztán amikor így abban maradt, mi nem hallottunk semmit arról, hogy miért maradt abban, miért nem jönnek, nem tudom. De ezek szerintem mind hasznosak voltak. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenkitől lehet tanulni, és mindenkinek vannak jó meglátásai, meg azért azt tisztán láttuk, hogy jó edzőket küldött abba az időbe az MIS, és tényleg akik így regionálisan felügyelték a dolgokat, ők jó dolgokat tanítottak. Hát az, hogy tudjuk magunkat képezni, most már azért rengeteg anyag fönt van online. Tehát akit érdekel az, hogy fejlődni szeretne, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent le tud magának tölteni. Az, hogy a klubok melyik edzőket hogy segítik, itt azért lehet olvasgatni, hogy most már azért elég sok klub kapcsolatba áll külföldi egyesülettel, és küldik ki az edzőiket, ez tök jó. Nálunk Jászberényben a Majoros Gergő volt egy ideig, akihez tudtunk fordulni. Itt nyilván Dunaújvárosban meg a Nikóhoz, az Erste Liga edzőjéhez bármikor fordulhatok. Én úgy gondolom, hogy mindenbe fog segíteni. Az, hogy igazából hol találjuk mi meg a fejlődéshez szükséges dolgokat, nem tudom. Azt tudom, hogy van egy az akadémiai edzőknek van külön képzése. De megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy működik az, és egyáltalán az akadémiai képzést sem látom át, mert mi szerintem csúnyán szólva a másik csoportban vagyunk, akik nem akadémia edzők vannak, én úgy tudom, hogy nekik van külön képzés is. Említetted itt egy pillanat elejéig Jászberényt, pont ezzel akartam volna folytatni, hogy mikor is kerültél oda, tegyük ezt így időrendbe, hogy kerültél oda, hogy jött ez a lehetőség, és mik voltak ott a tervek? Öt évet voltam Jászberényben, 18-19, valahogy így történt meg a dolog. Hát ott igazából a volt egy kollégám Győrbe, és ő invitált oda az édesapjához, a Nagy Zolihoz, ő csinálta akkor egyedül az egész jászberényi hokit, és úgy gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség lesz, ha valahol kell valamit építeni. Tehát én igazából mindig azt keresem, hogy hol lehet építeni, nem nagyon szeretek beleülni azokba a dolgokba, ami egy jó utánpótlásban ilyet nem lehet mondani, de vannak ott is, ahol nem tudom, van 25 játékos, U21-be, és akkor igazából már csak az az elvárás, hogy eredmény legyen, hanem én szerettem volna azt kipróbálni, hogy milyen lehet építeni. Na most én oda egy-két évre terveztem, csak úgy beindult a dolog, egy olyan jó közeget mondhatok, ami tényleg éhes volt arra, hogy menjünk felfele, és elindult egy olyan dolog, amit nem gondoltunk volna, hogy itt fog kikötni, ahol most kikötött az Andersen ligába mondjuk, vagy egy U21-es csapatba, vagy abba, hogy légiósokba gondolkodunk. Igazából ez volt, hát ott mindent én csináltam, tehát én hoztam az edzőket, én állítottam össze a szakmai stábot, majdnem összes korosztályra rálátásom volt, tehát igazából egy elég komplex munka volt. És jól is haladt, és szerintem ez az öt év, ez ki lett maxolva, én úgy gondolom. Itt azért egy picit akkor pont adódik is a kérdés, hogy ennek miért lett így vége? Én úgy gondolom, hogy megfáradt a dolog egy kicsit, tehát hogy vezetői szinten is úgy gondolták, hogy talán nekem lehet, hogy már
feljebb kéne lépni, és ők nem biztos, hogy tudják ezt nekem biztosítani, hogy feljebb tudjak lépni, illetve mivel én úgy gondoltam, hogy menjünk jobban előre, ezért ők úgy gondolták, hogy ebből lehet, hogy talán több konfliktus lesz, és akkor nem fog tudni működni így a dolog. De én úgy gondolom, hogy ez mindkét részről szerintem ez most időben volt. Mert tényleg 5 év az 5 év, tehát azért a magyar hokiba, de bármelyik sportban egy edző 5 évet van, szerintem az ki tudja maxolni, és az pont egy annyi idő, amíg elindítasz valamit, és utána valaki más csinálja tovább. Tehát, hogy én ezt teljesen úgy gondolom, hogy ez így tök jó lett, és ennyi volt benne az én részemről nyilván. Még egy picit majd beszéljünk erről a Jászberényi történetről, hogy ez tudatosan, tehát volt egy hosszú távú cél, mert ugye említetted, hogy nem gondoltátok volna, hogy ez ide fog eljutni, hogy Andersen Liga és U21, de mi volt a koncepció egyáltalán ebben, amikor oda mentél? Csak azt mondták, hogy építs egy klubot, virágoztassuk nem, újra Jászberényt. Nem, vidd az U14-es csapatot. Ennyi volt az eleje. Én úgy gondolom, hogy szakmailag nagyon-nagyon túlléptünk azokon a lehetőségeken időrendben egyelőre, amit ott meg lehetett volna valósítani pénzügyileg, vagy anyagilag, vagy bárhol. Igazából ott 3 évvel ezelőtt, amikor azt mondtam, hogy ajaj, lassan már U18-as csapatunk lesz, akkor mindenki csak mosolygott, és hoppá lett U18. Amikor azt mondtam, hogy már figyelni kéne, mert pippak kiöregedünk, és U21-eseink játékosunk lesznek, azt már láttam, hogy nem lesz elég magyar játékos, külföldit kell hozni ahhoz, akkor is ilyen kis mosoly kíséretébe, de próbáltak a vezetők jönni ezután. Amikor már azt mondtam, hogy ott tartunk, hogy felnőttbe kéne ezeket a srácokat versenyeztetni, és tényleg el kéne indulni egy olyan irányba, hogyha mi komoly dolgokat akarunk, hogy egy felnőtt közegbe bekerüljenek, akkor jött az Andersen Liga kapóra amúgy, tehát ez még nem volt terve, de én ott egyből azt mondtam, hogy az Andersen Ligát azt meg kell lovagolni, tök mindegy, hogy 16, 17, 18 éves játékosunk van, amúgy 17 és fél volt az átlag életkorunk, de bele kell csapni az Andersen Ligába. Tehát igazából tervezve, 2 évre előre sosem volt, mindig 1 évre volt tervezve, de rohantunk szakmailag felfelé. Úgy gondolom, hogy 2-3 lépcsőfokokat léptünk, és talán ez volt, ami egy kicsit fárasztó volt ebbe a dologba már a végén, emberileg. Én úgy gondolom, mert ugye itt mindig az kis csapat kis gond, nagy csapat nagy gond. Ez egyértelmű. Anyagilag is, az edzőknek is, szakmailag is, mindenhogy. De nézve az infrastruktúrát, meg a várost, mi úgy gondoljuk, hogy Jászberényben mindig is lehetne felnőtt jégkorong, mert lenne rá igény az emberek részéről. Ezt te is így gondolod? Ott éltél köztük? Egyértelmű, ott egy U21-es vagy egy Andersen Liga meccs után, mikor mentünk haza meccs után másfél órával, meg akkor jöttek ki a szurkolók a kocsmákból, lehelmezbe. Tehát ez egyértelműen. Az infrastruktúra azzal már lehetnek gondok, de én úgy tudom, meg úgy hallom, hogy ezen is dolgoznak. De szerintem nagyon-nagyon sok minden kell egy ezt a ligához. Ahogy én most már belelátok, nagyon-nagyon sok minden kell, és nagyon nagy anyagi áldozat kell ehhez az Erste Ligához. Nem tudom, hogy mibe gondolkodnak most már. Én nagyon szerettem volna, nagyon nyomtam is, de lehet, hogy ezért is jobb, hogy most már egy olyan egyesületnél vagyok, ahol van Erste Liga, és most már nyugodtabban tudok én is dolgozni, én úgy gondolom. Bocsánat, még egy pillanatra térjünk vissza, mert itt az elmúlt percekben többször is említetted azt, hogy légiósokat hoznak utánpótlás csapatokba. Uh-huh. És ez nem csak a Jászberénynél volt így, hanem az idén is láthatunk nem egy, nem kettő újonnan érkező légióst. Egyáltalán miért igazol, mondtad, hogy nálatok nem volt elég ember, de miért igazol egy utánpótlás csapat egy külföldi játékost? Egyáltalán mondjuk, ugye amire fölkapjuk a fejünket például, hogy orosz U16-os játékosok jönnek ide, hát azért az orosz iskola, meg a magyar iskola azért
szerintem zongorázni lehet a különbséget. Tehát miért jön ide egy utánpótlás külföldi játékos, és miért igazol egy utánpótlás klub külföldi játékost? Igen, én szerintem az első kérdés a fontosabb, hogy miért igazol. Jászberényben mi azért igazoltunk, mert kellett húzóerő. Nekem voltak 2004-es, 2005-ös játékosaim, akiket nem volt kihúzó, hiszen nem volt feljebb játékos, idősebb. Tehát kellett találni egy olyan megoldást, ahol ezek a srácok tudnak fejlődni, és edzésen megkapják azt a impulzust, ami által jobbnak kell lenni, és szaladni kell a másik után. Ugye eleve probléma volt, hogy komfortzónába edzenek a játékosok, tehát azt valamivel ki kellett. Ugye egy olyan egyesületnél, ahol föl van építve 21-től teljesen Erste Ligáig, nem gond, mert a jobb játékost felviszed a nagyobb korosztályba, és onnantól fogva ő tud szaladni a többiek után. De nálunk ott, annó Jászberényben azon kellett gondolkodni, hogy a meglévő jászberényi srácokat hogy tudjuk jobban fejleszteni. És ezért kellett légiós, és speciális eset nyilván a jászberényi. Most belelátok itt a dunaújvárosi dologba is, hogy miért kell légiós, nyilván minden klubnál más, de amit én összegezve hallok, az, hogy nincs elég játékos sehol. Nincs elég magyar gyerek, mert a piramis rendszer annyira szűkül az utánpótlásba felfele, hogy egyszerűen nincsen annyi játékos most már, ahány mondjuk 21-es vagy 18-as egyesület. Nyilván tisztelet a kivételnek, meg valahol hallani, hogy tényleg 4-5 sorra edzenek, és még kell is elküldeni játékost, vagy kölcsönadni, vagy bármi. Nekem még nem volt olyan szerencsém olyan helyen dolgozni, ahol mondjuk keretszűkítés van U21-be. Itt Dunaújvárosban szintén ilyen problémákkal küzdnek. Itt ugye volt egy nagyobb elvándorlás pár éve, ahol az utánpótlás egy kicsit megcsappant. Most már hál' Istennek elkezdenek visszaszivárogni a srácok, és talán elindulunk egy olyan úton, ami tényleg ez irányba visz. De itt is igazából az a helyzet, hogy a magyarok mellé kell olyan húzóerő, aki húzza őket, és oké, hogy feldobáljuk őket az Erste Liga edzésekre délelőttönként, vagy az edzőtáborba párat, de itt is kevés játékos van sajnos. És mondom, tehát még akadémiákon is ezt hallom, akadémiákon is vannak légiósok, és hogy ott is azt mondják, hogy kevés a játékos. Miért jön ide? Igen? De ez igen. Nagyon, nagyon változó, hogy miért jönnek. Én úgy gondolom, hogy én Jászberényben például igazoltam észak-amerikaiakat. Ők egyszerűen csak azért jönnek, hogy Európába utána el tudja magát adni a továbbiakba. Vannak orosz és ukrán játékosok, most nyilván az ukrán játékosoknak, szegényeknek van elég bajuk. Ők örülnek, hogyha kapnak ellátást, és tudnak valahol játszani, és meg vannak becsülve. Amúgy nagyon-nagyon jó karakterű ukrán játékosok vannak itt tényleg, tehát le a kalappal nagyon-nagyon jól edzenek, és nagyon jók emberileg is. Aztán a többiek, hát ugye még orosz játékosok vannak, szerb játékosok vannak, most nyilván egy szerb az azért jön, mert a liga színvonala magasabb utánpótlásba is. Az orosz játékosok is, tehát ott azért tudni kell, hogy aki VHL-ben már nem kap szerződést, annak valamelyre el kell indulni. Tehát vagy abba hagyja a jégkorongot Oroszországba, vagy el kell induljon Európába, és így van ez Észak-Amerikában is, és nem mondom nektek, melyik az a liga, ahol még mondjuk nem neki kell horribilis összegeket fizetni, azért, hogy jégkorongozzon, de nekik ilyen, hogy kifizet 250 eurót per hónapba azért, hogy itt játszon, azok nekik semmi, és jönnek szívesen amúgy, tehát lehet találni. Nyilván mindegyiknek más az ambíciója, valaki Erste Ligába szeretne felkerülni, valaki tovább akar menni külföldre, valaki egyszerűen csak ki akarja magát próbálni, és ez egy jó buli neki. Tehát én beszéltem olyannal is, aki azt mondta, hogy ő ki akarja magát próbálni. Én azt, többször említetted, hogy nincs elég játékos, és legutóbb, amikor a Vladóval beszéltünk, nem biztos, hogy legutóbb, nem olyan régen, szintén a hasonlókat mondott, és nekem ez azért fura, mert az lehet, hogy már egy 3-4 éve volt, amikor mindenhol azt hallottam, hogy most már jó ki van szélesítve a bázis, vagy a piramis alja,
Ezek szerint még nincs annyira mégsem kiszélesítve, vagy ez csak papíron van, a TAU miatt kiszélesítve, vagy most ez hogy van? Én úgy gondolom, hogy minden az iskolai rendszertől áll vagy bukik. Amikor eljut egy játékos oda, hogy középiskolába megy, az iskoláknak nagyon-nagyon-nagyon kevés része az, aki támogatja az élsportot. Rengeteg lemorzsolódás van középiskola. Az U18 az egy bazi nagy lemorzsolódás, és én az amerikai rendszer ezért jó, mert Amerikába te sportolsz, akkor neked segítenek az iskolába. Nálunk ez szerintem máshogyan. Az én tapasztalataim szerint az iskolánál törnek meg úgy a játékosok, hogy nem tud egyszerre két helyen maximálisat teljesíteni, mert akkora elvárás van iskolai szinten, szülői részről is, tanulás szinten, iskola részéről is, hogy el kell döntse szerencsétlen játékos, hogy ő most tovább csinálja a jégkorongot, tovább csinálja hobbi szinten a jégkorongot, vagy teljesen abba hagyja. És mellette ugye kellene még neki szabadidő, kellene neki barátnő, kellene neki szórakozás, és nagyon-nagyon nehéz azt a mesdjét megtalálni, hogy tanulásba is, és sportba is mi a gyerekekből kihozzuk a maximumot. Nagyon kevés játék, szerintem 10-ből egy játékos van, aki bírja ezt a terhelést ma Magyarországon, U18 és fölötte. Ez az akadémiák, lehet erre egy megoldás? Nem tudom az akadémiákban, hogy működik. Nem tudod, aha. Nem, hallottam dolgokat, de nem tudom, hogy működik. Lehet, hogy megoldás, viszont nem biztos, hogy nem is, inkább úgy fogalmaznék, hogy szerintem akinek van Erste Liga csapata, oda mindig kell egy jó utánpótlás alá. És tök mindegy, hogy akadémiáról beszélünk, vagy nem akadémiáról, hiszen egy dunaújvárosi srácot tök jó beintegrálni a dunaújvárosi felnőtt csapatba. És én úgy tudom, hogy bár itt az iskolákkal elég jó a kapcsolat, például, és szerintem az egy nagyon nagy előrelépés, hogyha te a saját játékosaidat be tudod dobni a mély vízbe, de ehhez kell az iskola. Tehát szerintem elengedhetetlen az iskola. Nagyon kevés olyan gyerek van, akit úgy tudsz terhelni, hogy mind a két helyen kőkeményen megállja a helyét. És az elsősorban ugye szülői elvárás is nyilván, tehát ugye mondja a szülő, hogy nem tudsz jégkorongból megélni, stb. Tanulni kell, mindenkinek diplomát kell szerezni, és nyilván a gyerek szerencsétlen teljesítene a jégpályán is, meg edzésen is, de vannak azok a határok, ami nem megy. És én itt vagyok úgymond szerelmes az amerikai sportba és az amerikai sportnak a felépítésébe, hogy minden arról szól, hogy sportoljanak a fiatalok. A középiskola is, az egyetemi rendszer is, és mindegyik arról szól. És ugye sokkal egyszerűbb egy középiskolába is bekerülni, ha te jó sportoló vagy, mert versengenek érted a középiskolák, hogy te nagyon jó kosarazol, te legyél a mi középiskolánkba. Vagy az, hogy mondjuk egy 8-9 éves gyereket egy általános iskola 4 sportákba, tehát ott kötelező 3-4 sportot egyszerre űzni. Baseball, amerikai foci, jégkorong mondjuk, úszás, bármi, és oda küldik, ahol ő a legtehetségesebb. Nem úgy van, mint nálunk, hogy mindenáról rá akarjuk adni a korcsolyát, mikor lehet, hogy szerencsétlen nem tud kettőt lökni a jégen, és soha nem is fog tudni, viszont lehet, hogy tök jó tornász lenne, vagy úszó. Ezt hogy látod egyébként, hogy akik abba hagyják mondjuk a tanulás miatt, azok U18-ban azért már lehet sejteni, hogy mi lesz belőle. Tehát azok a gyerekek, akik úgy érzik, hogy nem fognak olyan felnőtt karriert befutni, esetleg a jégkorong vagy érdemes legyen érte nem is feláldozni, de legalábbis későbbre tolni a tanulmányokat, vagy azért vesztünk el így sok nagy tehetséget is? Szerintem 10-ből egy játékos, aki mondjuk az egyetemi tanulmányait eltolja mondjuk egy évet. Én úgy gondolom, hogy kevés, bárcsak több lenne, és remélem, hogy minél több lesz amúgy. Sok fiatal srác van amúgy, aki nagyon-nagyon akarja ezt, és nagyon tehetséges, de egyszerűen olyan nyomás van rajtuk minden téren, hogy és ugye mi magyarok sajnos fejben nagyon gyengék vagyunk. Tehát itt ugye, amikor nem tudom, az NHL tryoutok vannak, és olvasgatni, hogy mondjuk a egyéni elbeszélgetéseken miket kérdeznek tőlük, vagy nem tudom, pöckölgetik a fülüket, miközben beszélnie kell. Tehát ott egyből azt nézik, hogy fejben milyen vagy. Nálunk szerintem nagyon kevés hangsúly van, meg az egész kommunikáción.
Tehát a játékos-edző kommunikáción, a szülő-edző kommunikáción, az edzővezető kommunikáció, tehát mi ebben nagyon-nagyon gyengék vagyunk. Kommunikációba, fejbe, akaratba, és úgy gondolom fejlődünk amúgy benne, de szerintem ez még mindig kevés. És lehet, hogy egy csomó fiatalt meg lehetne menteni, hogyha az iskolával tényleg egy jó kommunikáció lenne mondjuk. Ugye most már itt említették két dolgot is, amiben azt mondod, hogy le vagyunk maradva, akár Amerikához, akár Európához képest. Mi lenne még az szerinted, ami apró dolog esetleg, de nagyot dobhatna az utánpótláson, egy látványos fejlődés lehetne, vagy mi lenne a fejlődés záloga szerinted? Nyilván vannak nálam sokkal jobb szakemberek, és sokkal többet láttak, és tudnak erre a dolgokról. Nyilván nekem is van, mert én azt mondom, hogy baromi sok jó edzőnk van amúgy. Tehát a képzés, rengetegen foglalkoznak egyéni képzésekkel. Rengeteg olyan edző van szerintem az országban, aki periférián kívül van. És nem látjátok, és nem látjuk, és szakmán belül tudjuk, hogy jók. És tényleg most senkit nem szeretnék úgy, hogy mondjuk kihagynám, de muszáj megemlíteni. Például ott vannak Ajkán a Faragó Gyuláék. Nem is tudom, két-három éve U12-es csapata, ugye mindig van egy tornarendszer év végén, és azt hiszem, hogy most vagy megnyerték a bajnokságot, vagy másodikok lettek, nem tudom pontosan, és ott volt mindegyik csapat. Ott van a Jécsi Gyula be, aki mondjuk a Pap Kristófnak az egyéni képzés edzője. Tehát, hogy szerintem rengeteg olyan szakemberünk van, akiket nem használunk, mondjuk már nem ez a legújabb generáció, de szerintem lehetne őket használni, és el vannak tűnve az ország különböző szegletén. Ami nem baj, hogy mondjuk Ajkán csinálja a Gyula azokat a jó dolgokat, amit csinál, csak lehet, hogy mondjuk a Gyulától több sok edző tudna tanulni baromi sok dolgot. Tehát én úgy gondolom, hogy elsősorban abba lehetne előrelépni, és abba lehetne jobbat kihozni, hogy az edzők többet kommunikálnak egymással, és mindenkinek mondjuk a szakmai oldalát próbáljuk erősíteni, hogy mindenki az erőssége, és mindenki valamiben jó. Tehát én úgy gondolom, és ez is csak kommunikáció szerintem. Az, hogy nem látok bele a kluboknak az egyéni dolga, valami 18-21 tájéken eltörik, azt lehet látni. Szerintem nagyon ügyes gyerekek vannak az alatt. Rengeteg. De most, hogy mi törik meg, és lehet, hogy visszamehetünk itt az iskolai rendszerre, vagy arra, hogy mondjuk nem kapnak elég olyan mérkőzést ezek a játékosok, amitől jobban fejlődnének, ez már kérdés. Most mondjuk ez az új dolog, hogy 6 hónapig vagyunk jégen, ez biztos megvan az értelme, és megvan az, hogy ezt miért csinálták, de én azt mondom, hogy tehát a vízilabdás is, hogyha 6 hónapot szárazon készülne, nem lenne vízbe, akkor azért szerintem gondba lenne. Én úgy látom. Hát igen. Érdekes. Itt mi említetted ezt a mentalitás, múltkor beszélgettük a srácokkal is, ide vágtam egy mondatot, egy kicsit most lehet, hogy elkalandozok. Ugye hogy a Szoboszlai most eligazolt Liverpoolba, és egy régebbi, egy vagy két éves ezelőtti beszélgetést az ő apukájával hallgattam egy ilyen podcastet, és ugye arról volt szó, hogy nem túl sok, már ott is van ez az akadémiai rendszer, ugye a labdarúgásban régebb óta, és ehhez képest sem túl sok nagyon jó futballistánk van, illetve ugye a Szobó sem itt tanult, hanem Salzburg, stb. És igazából a Fazerja visszakérdezett, hogy miért a külföldi ilyen iskolák vagy akadémiákon fejlődnek ki magyar futballisták? És akkor a riport nézett, hogy nem, és hogy akkor ennek mi lehet az oka, és azt mondja, hogy esetleg valami mentális belőle probléma lehet. És ennyi volt a válasz, hogy igen, megérkeztünk. És akkor ezt igen, mondom, akkor ezt így egy az egybe át lehet emelni hokira, nem tudom, kézilabdára. De azért a többi sportágban tudunk eredményeket elérni. Mire gondolsz?
Hát mondjuk kézilabda olimpiai címeket szereztünk. Vízilabda is. Vízilabda. Úszás. U15 világban. Az úszás az egyéni sport, azt ne keverjük ide, mert ott igen, a 100-ból egy lehet. Tehát pontosan. Lehet a vízilabdán egy... most én is gondolkodom, igen, főleg, hogy most megint világbajnokok lettek a srácok. Igen. Ha meg az érdekes. U15-ös is világbajnok lett, tehát U15-ös vízilabda válogatott is világbajnok. Figyeld, akkor viszont ott van egy folyamatosság, ami a hokiba egy picit... Mi azt hittük 2008 után, hogy milyen frankó lesz. És van víz egész évben, annyi előnyük van. Ja. Igen, csak úgy... ma meg tegnap teszteltünk az Erste Liga csapattal, és fölvittünk 8 juniort tesztelni a felnőttekhez. Én semmilyen izgatottságot vagy félelmet nem láttam a juniorokon. Tehát olyan természetes dolognak vették. Hát én emlékszem, mikor én felkerültem a felnőttbe, hát nem tudom, tehát hogy rongyá izgultam magam. Ami nem feltétlenül rossz, tehát hogy van nagyon sok vagány gyerek is, bemegy a felnőtt öltözőbe, szevasztok, lehet, hogy mondjuk minket annó tarkon vágtak volna, a mai felnőtt srácok, már nem, a mai felnőtt játékosok nem ilyenek, de hogy semmi, megcsinálták a tesztjéket, aránylag még jó is volt, de jöttek hozzám kérdezni, hogy mennyivel vannak lemaradva a felnőttektől, de igazából én mentem oda hozzájuk, hogy figyelj srácok, a futásban azért elvert a 110 kilós felnőtt játékos. Úgyhogy te 70 kiló vagy. És nem izgatta magát túl, tehát nem láttam másnap futni. Uh-huh. Nem láttam baj, másnap futni. Igen. Tehát a lazaság, meg a nagyképűség, az nem ugyanaz. Igen, most nyilván ez is nagyon nehéz, Mesdje, hogy mi a lazaság és mi a nagyképűség, vagy nem is lazaság, hanem mi az a, hogy önbizalommal teli érkezik mondjuk egy felnőtt tesztre. De ezt sem tudom meg igazából, mert mondjuk az arcmimikáján nem láttam, vagy a testbeszédén, hogy ő most meg van lepődve, neki ez jó, neki ez ja, bement, megcsinálta, kész, hello. És nem tudom, tehát nekünk egy kicsit ez nem tudom, olyan érzelmesebb volt, én inkább úgy mondanám, hogy és lehet, hogy ez az egész világ ilyen, tehát, hogy nem feltétlenül ez az ő hibájuk, hanem érzelemmentes az egész, és szerintem az élsporthoz baromi sok érzelem kell. Én úgy gondolom, talán ebbe lehetne, amiben egy kicsit fejlődnek, hogy több érzelmet belevinni, és több akaratot. Bocsánat, és itt aki nézi, hallgatja, annak elmondom, hogy már réges-rég elhagytuk a kérdéseket, amiket összeírtunk. Tehát... Nekem itt van. Megvannak még, de hogy teljesen másról beszélgetünk. De az jutott eszembe, hogy nem lehet, hogy ez a fajta magabiztosság, amivel ő oda megy, majd mondod neki, hogy a 110 kilós lehagyta a futásban, és másnap nem fog jobban edzeni. Nem, ez nem azért van, mert kevés a játékos és sok a csapat? És úgy is tudja, hogy ha ő marad, nem adja fel, akkor úgy is lesz neki szerződése, és felnőtt. De ő nem felnőtt, ő még nem felnőtt játékos. De majd lesz. Nem érdekli a teljesítmény. Hát remélem, remélem nem. Remélem nincs igazad. Én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz ma megértetni egy játékossal, hogy mondjuk a Szoboszlai az miért jutott oda Liverpoolba. Rettentően nehéz megértetni azt, hogy egy jó Erste Liga játékos, az mennyit edz, aki nem mondjuk úgy, de nagy tehetség, és tényleg nem a tudása vitte el az Erste-ig. Nem tud megértetni ma egy magyar játékos, hogy nagyon nehéz megértetni fiatalabb, Erste Ligában már más, hogy miért vagy te negyedik soros. És hogy a negyedik sor az mennyire hasznos tud lenni. De hát én gólt akarok lőni, de te nem vagy képes gólt lőni. Te legyél egy forcsak, legyél egy ütköző játékos, legyél olyan, aki bent van mondjuk egy harmadban négy cserét, és megszakad a csapat sikeréért. Uh-huh. És ez nagyon-nagyon nehéz. És vannak, akik elfogadják, de igazából mindenki gólt akar lőni, mindenki fonákkal akar passzolni, mindenki a fickát akarja kilőni, mindenki 76 cselt akar a szólónál, mindenki Crosby akar lenni, és nagyon, nagyon nehéz azt is megtalálni, és szerintem egy felnőtt edzőnek meg még nehezebb, és lehet, hogy ez is azért van az Erste Ligában annyi légiós, mert nem találnak a harmadik, negyedik sorban olyan magyart, aki a melót elvégzi. Nyilván vannak, és remélem, hogy elég sokan, de lehet, hogy ez is probléma.
Igen, érdekes, hogy szerintem az egészséges az lenne, hogy ha van ugye 7 Erzsébet a magyar csapat, akkor legyen itt egy 21 junior jó csapat, ahonnan lehet mazsolázni a játékosokat. Ehhez képest van kb. 6 junior csapatunk, népkézlába, 7 Erzsébet a csapatra. Ez is probléma lehet, meg évekkel ezelőtt szerintem mi tökre örültünk, amikor egy-egy fiatal nyilatkozott, és duzzadt az önbizalomt, és azt mondtuk, hogy ez a norma, így kéne, hogy az amerikaiaktól is ezt látott, hogy úgy megy el egy világversenyre, hogy nyerni akar, nem a harmadik helyért megyek, meg jaj, de jó, meg játszhatok, nem. De hogy átestünk a ló túloldalára egy kicsit nem, ezzel? Nem, tehát hogy ez nem mondanám, hogy általános. Nekem most volt egy ilyen tapasztalatom, hogy nem ugrottak arra rá, hogy én elmondtam nekik, hogy de hát megelőztek a felnőttek mindenbe. És nekem ez volt igazából a bajom, úgy csúnyán is néztem rájuk, most nem tudom, hogy levették-e vagy nem, de utána kellett volna jönni és edző, és akkor mit tudok csinálni? Azért, hogy én jobban fussak. Vagy hogyha egy edzés van kiírva per nap, akkor én délután 5-kor lemegyek, vagy reggel 5-kor, mert én futottam mondjuk reggel 5-kor is horgászat előtt nyáron, tehát és akkor lefutja. Tehát, hogy igazából ennek, és nagyon kevés gyereket látok, hogy edző, elkérhetem a kondi kulcsot, mert mennék. Van, de hogy, igen, tehát hogy megvan az edzés, megvan a napi dolog, igen, ám csak a nagyon jó játékosok, meg a sztárok, nem csak a kötelezőt csinálták meg, hanem rengeteg plusz munkát csináltak, és egyszer a Kopitár nyilatkozta, hogy 360 napot jégen van. Jó, nyilván ezt nagyon nehéz megtenni. Innen is volt Dunaújvárosból srácok, akik hetente kétszer jártak föl Óbudára jégre. Dánszeró itt nyaralt, nem tudom, és akkor vele mentek egy jégre. Tehát van, aki ezért áldoz, de a többséget, mondom, nagyon nehéz megszólítani ez irányba, hogy még többet, még többet, még többet. És szerintem mi itt vagyunk gondba. Hogy egyszerűen nagyon nehéz megtalálni azokat a srácokat, hogy tényleg rongyávernek tesztem, akkor másnap akkor adjak már bele többet. És nyilván lesz velük egy beszélgetésem, tehát le fogom őket ültetni, hogy az egyesületnek prioritás, hogy titeket beépítsünk a felnőtt csapatba, és nem látom azt, hogy te másnap a futással kezded a napodat. És nyilván felnőtt játékosoktól meg elvárható egy Erzsébetliga játékostól, hogy lemegy majd edzés ez a fiatal, és meg fogja őt marni. És marja is meg. Tehát én teljesen egyetértek ezzel, hogyha nem úgy megy a dolog. Aztán mondom, én most csak ezt saját tapasztalat, és nem tudom máshol, nagyon remélem, hogy láttak ilyet. Én is láttam már ennek az ellenkezőjét is nyilván, és remélem, hogy fogom is minél többet látni, de szerintem ez is kommunikáció, tehát maguktól nem fognak rájönni. El kell mondjam majd, hogy figyeljetek, srácok, ez így kevés volt. És hogyha elmondom, akkor lehet, hogy lesznek tök jó tapasztalataim, és tényleg látom azt, hogy többet akarnak magukból. Hát ilyenkor ugye két idézet jut eszembe, az egyiket nagyon sokszor szoktam mondani, ez egy feladat a nézőknek, hogy találják ki, hogy kitől van, hogy akarjál jobbá válni, ez a legfontosabb talán. A másik meg, hogy légy alázatos. Igen. Ami szintén, és valahol szerintem összecseng ez a kettő, hogy ugye az alázat az lehet, hogy picit mást jelent, de igazából azt jelenteni, hogy igen, lefutott a 110 kilós, na. Holnap megmutatom. Igen, és de biztos, hogy vannak olyanok, és nyilván mi is azokat keressük, és azokat próbáljuk hozni, aki igen, és valószínűleg abból lesz válogatott játékos. Igen, és ugye nálunk most az a koncepció, hogy most tényleg jöttek jó válogatott U18-as játékosok, válogatott U21-es játékos, és ő neki cél az, hogy Dunaújvárosba, az Erste Ligába bekerüljön, és mondjuk ő nem megy el egy akadémiára, hanem tényleg itt akar, mert itt lehet, hogy mondjuk előbb megkapja a lehetőséget a felnőttbe. Tehát, hogy tök jók az akadémiák, és biztos, hogy rengeteget tudnak fejleszteni a játékosokon, de nem feltétlenül csak az az egy út van, hanem van egy olyan út is, amit mi próbálunk ki ösztöndíjakkal, tényleg azzal, hogy az iskola is tudjon menni, és akkor tudjon menni az élsport is, megvan a lehetősége az Erste csapatba kerülni, tehát, hogy most kerültek ide 17 éves olyan srácok, akiket fölnyomunk a felnőttbe, és ott a lehetőség. És remélem, hogy nem visszaélnek vele, hanem élnek vele. És ezt kéne kommunikáció szintjén úgy lekommunikálni velük,
hogy ők ezt tényleg úgy érezzék, hogy nekik ehhez dolgozni kell. Na most ettől félek egy kicsit, hogy amit mondott az Attila, hogy nem biztos, hogy ők ezt így fogják fel, hanem hogy ez nekik jár, de nem fog járni. Én úgy gondolom. Legalábbis, ha rajtam múlik, de hogy a Nikót ismerem, meg a Revát, meg a Zsocit, én úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell küzdeni. És szerintem ez tök jó, hogyha látják azt, hogy küzdeni kell valamiért. Talán ezek a lyukas korosztályok így lesznek visszatöltve. Jönnek olyanok, akik Erste Ligában ott lesz a lehetőségük. Ugye nyáron elég sok kétvonalas lesen arról beszélgettünk, hogy az utánpótlás helyzete hogy áll, és ez a beszélgetés is tulajdonképpen ennek a folytatása lehet. Megint egy másik szemszögből, mert beszélgettünk akadémiáról, beszélgettünk fizetős elitképzésről. Ti most egy egyesület szempontjából, vagy te egy egyesület szempontjából mutatod be, vagy akár hogyha Jászberényt is ide veszük, akkor két komolyabb egyesület szempontjából mutatod be az utánpótlás helyzetet. De akkor egy picit beszélgessünk erről a dunaújvárosi történetről. Hogyan kerültél ide, és mi volt itt a koncepció, milyen feltételekkel, milyen tervekkel tudtatok egymás kezébe csapni az Ari Zsolttal? Hát itt az történt, hogy miután én elköszöntem Jászberényből, körülbelül 20 perc után hívott az Ari Zsolt, és felvázolta azt, hogy tulajdonképp U18, U21-hez és Andersen Ligához keresnek egy olyan edzőt, aki ezt össze tudja fogni, és a legjobbat ki tudja ebből hozni. Illetve ami még fontos volt, hogy az Erste Ligához nevelünk játékost. És ugye engem igazából ez fogott meg, hogy végre, ha én valamit csinálok jégen, akkor az azért fog történni, mondjuk U21-be, hogy másnap az a srác az Erste Ligával tudjon edzeni, vagy meccset játszani, vagy bármit. Nekem ez nagyon-nagyon hiányzott az életemből, hogy olyan egyesületnél legyek, akik már arra nevelnek, hogy tényleg 21-ben azok a játékosok vannak ott nagyrészt, mondjuk 70%-ban, akik profik is akarnak lenni. És igazából ez történt, aztán szóba került az, hogy az Erste Liga csapathoz is lejárok, segítek a Nikónak, meg a Revának, amikor szüksége van rám. Na most két napból, hál' Istennek, két napra szükségük volt rám, úgyhogy remélem ez továbbra is így fog menni. És nekem az a dolgom, Isten igazából, hogy beintegráljam az Erste Liga csapatba a játékosokat, illetve úgy fejlesztem U21-be, 18-ba, hogy minél több fiatal srácot majd ki tudjanak próbálni. És hál' Istennek érkeztek vissza velem dunaújvárosi játékosok is, dunaújvárosi nevelési játékosok, és ez a koncepció továbbra is, hogy hozzuk haza azokat, akik itt nevelkedtek, mert itt lesz lehetőségük. Anno Zsoci mesélt nálunk erről a nevével jelzett sportprogramon, ez hol tart, merre tart? Segítsünk egy kicsit a toborzásban nektek, majd meséljük. Igazából én ezt mondtam a Zsocinak, hogy szerintem nincs igazából megreklámozva, egy nagyon jó program. Tehát én szerintem nagyon kevés felületen jelent meg, amit a Zsoci kitalált, és ez tényleg jó, mert tulajdonképpen ez egy ösztöndíj program, ami segít iskolába, segít valamennyi ösztöndíj pénzbe, segít abba, hogy te a sporttal foglalkozzál, és a felnőtt csapathoz föl tud magad edzeni, és integrálni be tudjanak oda. Ez kollégiummal jár, ez lakással jár, tehát egy csomó olyan dolog van benne, ami jó. Most jelen pillanatban, 21-ben is úgy állunk, hogy most van egy 25-ös keretünk, tehát, és pikpak ez összejött. Oké, sok légiós van benne, nyilván, de én úgy gondolom, hogy elindultunk egy olyan úton, ami visszavezethet ahhoz, hogy a dunaújvárosi utánpótlás, ami mindig híres volt, az most elkezdjen egy olyan szintre lépni, amire való. És én, ami az elhatározásuk az, hogy az akadémiáknak ott legyünk mögötte hajszányira. Tehát most nyilván az van egy tényleg akadémiai szintű metodikai központunk például. Tehát abban minden van, száraz fejlesztés, mindent tudunk. Itt van az Erste Liga csapat,
van egy nagyon jó finn szakvezetője az Erste Liga csapatnak, aki a juniorokkal is néha-néha foglalkozik. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami egy fiatalnak perspektíva lehet, hogyha profi jégkorongozó akar lenni. A játékosok ebédet, vacsorát kapnak minden egyes nap. Tehát tényleg egy nagyon jó irányt talált ki a Zsoci, egy akadémiai programot, úgymond, csak mi nem vagyunk akadémia, de a programot azt próbáljuk tovább vinni. Nyilván én nem tudom, hogy az akadémiák legbelül teljesen mi a programjuk, de hát azt szerintem ott is egyesület függő, hogy az akadémiáknak mi a szakmai programja, mert azt tudjuk, hogy az iskolákkal szerződésbe állnak, vagy hogy szállásolják el a játékosokat, de mi is próbálunk egy ilyet felépíteni, és nagyon úgy néz ki, hogy tök jó irányba haladunk. De szerintem az Erste Liga csapat ennek a motorja, hisz azért tudott hozni a játékosokat. Én úgy gondolom. Említetted itt ezt a 25-ös létszámot, ez az U21, hogy a többi... Igen, az U21-nél. Ja, alatt a 18-as... Alatt a 18-ban is van, 22 játékos, 16-ban ott 16-17, tehát hogy megvan most már mindenhol tök jó a létszám. Tehát igazából az van, hogy az U21-ben meg az Andersenben lehet, hogy majd kell kihagyni játékosokat mondjuk. Aha. Tehát ugye az Erste Ligából van egy sor, aki Andersen Ligába is vissza tud játszani. Tehát most talán megvan azok a lépcsőfokok, ahol egy játékosnak mondjuk mindent bele kéne adni, és mondjuk másnap le kéne fussa a 110 kilóst. Tehát, ahhoz, hogy ez a terv, igen. Ez a terv. Akkor ezek szerint az ASP és az Erste Liga csapat az gyakorlatilag egymás fiók csapataiként működnek, így tehát van, oda-vissza feljátszás, lejátszás van. Hát öt játékos, mondja, a profi szerződésű játékos nem játszhat az Andersen Ligában, de vannak olyan játékosok, akik az Erste-vel edzenek, de visszajátszhatnak. Nyilván bekerül az Erste csapatba, akkor nem, illetve hát a 21-eseink, 18-asaink, ők mind játszhatnak az Andersenbe. Én nagyon remélem, hogy nagy verseny lesz, és tudunk egy olyat felmutatni, ami egy jó dolog akadémiákon kívül is, meg mondjuk van még nyilván olyan, tehát itt lehet például említeni a Vasast, bocsánat, őket elején kihagytam, tehát a Vasas az tavaly is utánpótlás szinten 2-3 érmet szerzett. Tehát ott is valószínű, sőt nem valószínűen biztos, hogy olyan edzők dolgoznak, akik érdemesek lennének bármire. Akár válogatott szinten is. Tehát azért mondom, hogy rengeteg olyan edző dolgozik szerintem ma Magyarországon, akik kicsit kijebb vannak a periférián, közben tök jól dolgoznak. Jó, a Vasasnak nyilván annyival egyszerűbb, hogy tényleg az a komplexum az csúcsszuper, de hát a jégen ott is dolgozni kell meg szárazon, és valamit nagyon jól csinálnak. És ott is sok játékosan, sok gyerek van. Tehát hogyha találni kéne egy klubot, akihez szeretnénk fölzárkozni minél hamarabb, akkor mondjuk említhetném a Vasast. Mert ő tényleg az akadémiák között van most már, és nem akadémia. Jó, nincs felnőtt csapat. Említetted az Andersen Ligát elég sokszor, ugye Jászberényben indultatok, itt is Újvárosban is van Andersen Liga csapat, és én emlékszem, hogy a Radnai Karcsi értékelt az Andersen Ligás évet, ahol te egy kis igazságtalanságot éreztél szerintem, és szót kértél. Ez hogy volt? Igen, hát ez ugye úgy volt, hogy évelején volt egy megbeszélés, és mondták, hogy az U21 alsóháza, tehát akadémiák plusz két csapat az volt a felsőház, és akkor az alsóháznak kötelező indulni az Andersen Ligába, a 21-es keretével. És akkor Karcsi most vagy nem volt ott az a megbeszélésen, vagy nem tudta, vagy nem közölték vele, azt nem tudom, tehát ő szóvá tette, hogy mondjuk miért nincs több felnőtt játékos Jászberénybe, amikor ott tök sok szurkoló van, stb. De hát mi ugye még örültünk, hogy egyáltalán kiállunk Andersen Ligára, sőt azon izgultam, hogy élem túl a 17 éves srácokkal, 18 éves srácokkal. Nyilván én is akartam, de próbáltunk magunkhoz mérten amúgy felnőtteket is, tehát volt két felnőtt játékosom, több légióson volt, tehát próbáltuk ezt az irányt megvalósítani, de ez nem volt terv, meg senki nem mondta, hogy ez egy, hogy oké, hogy felnőtt bajnokság, de hát ott indulni kellett, meg menni kellett. Már nem indulok el, akkor lett volna 6 darab U21-es meccsem, és kész. Más kérdés, hogy az is érdekes volt, vagy mondhatnám azt, hogy mondjuk az edzői karnak egy kicsit a
a hibája, hogy mondjuk a heti egyszer edző Warm Angels meg Macikonok tudott elővégezni. És mondjuk a junior csapatok nem tudtak elővégezni. Uh-huh. De szerintem első évben ez nem volt egy nagy meglepetés. Szerintem idén már teljesen más lesz. Idén én úgy gondolom, hogy borul a dolog. Komolyabban veszik már a csapatok? Az egyesületek? Én úgy gondolom, hogy ha tavalyból indulok ki, akkor a mi srácaink az első 8 meccsen tele volt a nadrágjuk. Ha ez egy 30 meccses alapszakasz, akkor teljesen másról beszélgetünk. De volt 14 meccs. Tehát a felét azt úgy küldtem ki a játékosokat, hogy cidriztek, és a második felén már elkezdtük megszorongatni a nagyokat. Én úgy gondolom, hogy azok a srácok, akik tavaly ebbe belementek, és nagyon sokan voltak a Fradinál is, sokan voltak Jászberényben, sokan voltak a Dabnál, sokan voltak Győrbe, akik nagyon fiatalon, 16-17 évesen andersenesztek, őnekik azért ez már másik szezonjuk lesz, és tudják, hogy mi vár rájuk. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos lesz. És én úgy hallom, igen, hogy a Warm Angels is például komolyabban próbálja ezt venni, mert hát ők is azért öregednek, és előbb-utóbb nagyon rossz lesz nekik, hogy a fiatalok elkalapálják őket nyilván, tehát elkezdenek edzeni, és ez tök jó. Én most hallottam egy komoly igazolást amúgy Warm Angels, nem tudom, hogy igaz, nem igaz, nem akarom lelőni, majd biztos megtudjátok, de az például tök jó lenne. Járomér. És Szeged is. Nem? Járomér a vezetéknél, és Jágőröm. Nem, de Újpesten játszott egy légiós 2-3 éve. Én úgy tudom, hogy aranysisakos is volt, és talán ő. De nem akarom lelőni, meg nem is tudom pontosan az infokat, de úgy is tudom, hogy a Szeged is próbálkozik ezt a ligásokkal. Tehát nem tudom. Én szerintem ennek kell egy 2-3 év, de lehet, hogy keveset is mondtam, még kiforja magát az Andersen. Ugye nincs légiós korlát, az szerintem egy jó dolog egyelőre. Nyilván ennek van csapat, aki nem örül, van, aki örül, mi örülünk, mert mégiscsak nagyon sok fiatalunk lesz, és kell melléjük a rutinosabb, idősebb játékos is, aztán majd ez kiforja magát. Én úgy gondolom, hogy baromi jó kezdeményezés, ez a 14 meccs vagy 16, ez zavar. Ez zavar. Nem jön ki egyszerűen a matek abba, hogy ebből. Tehát van egy öt rossz meccs szériád, és elbuktad. Uh-huh. Tehát azért... Szerintem abban van az igazság, amit mondtál, hogy kell ennek legalább 2-3 év, de inkább több. Igen. Hogy most, ebből most egy, ugye, egy komoly másodosztály legyen belőle. Igen, ugye, hogy ez most 14-16 meccs lesz, így, hogy 6 hónapra össze van sűrítve a szezon, így nem biztos, hogy baj. Tehát nekem, én számolgattam, lesz olyan U18-as játékosom, aki heti 4 meccset játszik. Tehát ha azt akarom, igen, az már nem igen, rossz. Igen, és az nem rossz, el fogjuk érni azt a meccszámot, amit el kell, csak ezt nem 6 hónap alatt kéne elérni, hanem 9, aha. Vagy 8. De meg lesz a srácoknak az 50-60 meccsük. Aha. De ez is most, tehát, hogy a bajnokságot nézve meg nem biztos, hogy jó az, hogy 16 meccses alapszakasz van, és utána döntöd el a többit. Tehát egyszerűen nem jön ki a forma. De én bízom abban, amit mondtál, hogy kezdik komolyabban venni a csapatok, vagy hogy belerázódnak, és hogy közelebb kerül a színvonal az Erzsébet, és tényleg nem egy turbuc lesz egy szezonban, hanem tényleg föllejátszás lesz, ha úgy van. Erzsébethez még messze lesz, úgy gondolom, de biztos fog közeledni. De az nem 2-3 év. Tehát én ahhoz hasonlítani, ilyen Alpesi Liga és az osztrák bajnok, mi most a neve, nem tudom már, nem Ebel, hanem... Ice Liga, igen, az Ice Liga, tehát azt kéne belőni, hogy olyan hasonló legyen az átmenet. Szerintem az jó lenne, és én azt is simán el tudnám képzelni, hogy külföldi csapatokat bevonni, tehát azokat az erdélyi csapatokat mondjuk, akik nem erztéznek, vagy bárhonnan, horvátot, szerbet, tehát hogy szerintem lehetne egy ilyet. Nyilván itt a csapatok költsége, most én ezt szakmailag mondom, tehát a csapatoknak a költsége, ez biztos felnyomná az árakat, de hogy én egy ilyet tökre el tudnék képzelni, és szerintem tök jó átmenet lenne egy fiatalnak. Nem 18 évesen bedobni az erztébe, hanem andersenesztetni. Nyilván valaki megvan érve 18 évesen is az Erste Ligára, valaki 20 évesen sincs megérve az Erste Ligára. Uh-huh. És hogyha van benne ambíció, hogy ő elmegy futni, vagy lefussa a 110 kilósat, akkor előbb-utóbb odaérhet.
Az meg azt mondom, hogy még egy motiváció egyébként, ez a Stanley Kupa méretű Sherlock, tehát azért az ja, igen. Zsoci nagyon szeretné, úgyhogy lehet, hogy azért lettek jók az igazolásaink. És már mélybe is jól fizetnek. Igen, lehet, hogy... Az egy jó pénzt hoz. Még egy fél mondatot maradjunk itt az Andersen ligás csapatnál. Ugye említetted már több esetben Nikót, meg Revát és a többieket a felnőtt csapatból, de te itt az Andersen ligás csapatnál és az utánpótlás csapatoknál kivel, kikkel dolgozol együtt? U18-nál Németh Peti van velem, ő Újpesten volt a csapattársam annó, még a Ladányi féle korszakban. Ő játszott pár meccset Ebelbe is, még a régi Volánba, ha jól emlékszem. Dunaújvárosban is játszott, tehát egy jó pár Erste Liga mérkőzés van a lábába. Ő amúgy az U12-nek is az edzője, de fölsegít hozzám. U21-ben azt én csinálom, és akkor a Zsocival csinálom az Andersen Ligát. Ott igazából az van, hogy a Zsoci az edző, de hát nyilván ő még játszik is, így a padon nekem segíteni kell a dolgokat, de az én prioritásom a 21 és a 18, és ott. Amúgy itt felnőtt játékosok is dolgoznak most már csapatokkal, tehát a Somogyi Bazsi az U16-nak, a Lérent René meg az U14-nek az edzője. Nyilván amikor ők elutaznak mondjuk egy Erdély túrára, akkor bevetem magam a 16-nál is, lehet, hogy a 14-nél is, és akkor már nem csak 21-esek, 18-as edző vagyok, de hogy ezek az átmenetek, és így segítjük egymást. Amúgy tök jó, tehát Somályék is befejezik az edzést, aztán megy U16-os edzést tartani, tehát hogy ő is most már próbál ebbe belemenni, meg a Röné is, és szerintem ez tök jó. Meg hát nyilván ők példaképek, tehát szerintem ez egy fontos dolog, hogy mondjuk a Soma után, meg a René után, akit leedzi a srácokat, másnap meglátják őket Erste Liga meccsen, ez tök jó tud működni. Van még itt pár kérdés, hogy igazából ezeket már érintettük. Én még azt kérdezem, tehát, hogy a TAO rendszerte mennyire érzed jónak, illetve ha mérlegre teszed a pozitív és a negatív dolgait, hogy mit hoz pozitívba és negatívba, akkor jó vagy nem, szerinted? Hát szerintem egy baromi nagy lehetőség. Elsősorban volt. Szerintem, hát igen, ugye amiket hallani külföldön, hogy egy szülő mennyit áldoz mondjuk a jégkorongra, azért, hogy a gyereke jégkorongozzon, az nálunk ugye tagdíj, meg egy pár százalék mondjuk szerelés, meg hasonló dolgokba fel van mentve. Tehát szülői részről szerintem ez nagyon jó. Lehet, hogy bajba lennénk amúgy, ha nem lenne ez a támogatás. Még nagyobb bajba lennénk játékos ügyileg, én úgy gondolom. Én nem egy játékos tudok, aki nem biztos, hogy jégkorongozna, mert egyszerűen nem engedte meg a családi háttér azt, hogy ő ezt tudja csinálni. Aztán, hogy mi edzők ebbe ezt mennyire tudjuk hasznosítani, vagy mennyire akadályozzuk, ebbe most így nem mennék bele. Nyilván van rengeteg olyan edző, aki... Én azt mondom, ez nem munka, ez egy elhivatottság. Mindenképp. Tök mindegy, hogy ezért nagy összeget kapsz, vagy kicsit, hogyha csinálod, akkor elhivatásszerűen csináld. Rengeteg olyan edző van, aki sajnos nem megy ki a komfortzónájából, és mondjuk nem mutatja meg magát máshol, hanem el van mondjuk egy U12-es csapatnál, holott sokkal több reprezentált ő, és lehet, hogy föl tudna menni, vagy mondjuk elmenne vidékre, és építene egy bázist például, vagy egy tényleg szakmailag fölépítene valamit. Én ilyen dolgot is látok ebbe. Nyilván pénzügyileg a TAO az csak hoz. De vannak hátulütői, de most én ebben nem mennék bele, mert nem. Ha nem gond. Nem, persze, hogy nem. Hogy nem gond, csak a következő kérdés ugyanerre vonatkozik. Hogy... Hát akkor csak meglátjuk, milyen választ. Akkor mi elmondjuk mi a választ is a kérdésre. Mi úgy látjuk, hogy rosszul van sokszor rosszul van felhasználva ez az összeg. Vagy legalább azt nem tudom, hogy rosszul van-e felhasználva, úgy gondolom, hogy akkor a pénz, amennyiben a hokiba így befolyt az elmúlt, nem tudom, x 10 év alatt,
Valószínűleg előrébként nagy tartson a magyar jégkorong. És ugye hát a magyar jégkorongot mindig a nagy válogatottal tesszük egyenlőséget. Tehát ő a magyar jégkorong. Persze ez alatt rengeteg meló kéne, hogy legyen, és szerintem ott a meló az nem biztos, hogy úgy van elvégezve, hogy kéne. Nem tudom, én olyan helyről tudom ezt megközelíteni, hogy ha nem lenne tó, akkor mondjuk lenne ennyi jégidőm a gyerekekkel. Uh-huh. Például. Tehát, hogy én ebből vagy lenne ennyi eszközöm ahhoz, hogy a gyerekeket edzem. Lenne metodikai központom, hogyha nem lenne tó. Uh-huh. Nyilván nagyon sok minden van, amit mondtál, és rengeteg igazság benne, de én inkább afelől közelítem meg, hogy nem tudom, hogy mi lenne, ha nem lenne. Uh-huh. És az baromira zavarna engem mondjuk, hogyha nem tudnék augusztusban napi kétszer jégre menni a játékosokkal, jó, mert mondjuk nem jó, de téged az is zavart, hogy még nyitottba kellett játszanod, pedig az nem rajtad múlt, az egy olyan korszak volt. Nem zavart, nem csak alkalmazkodtam hozzá, nem zavart. Igen, most már lehet, hogy zavarna. Bosszantó volt inkább, ugye? Igen, tehát most már lehet, hogy és remélem nagyon sok kollégát zavarna, hogy ő nem tud annyit dolgozni, mert mondjuk nem lenne annyi csúnyán szólva pénz arra, hogy ő dolgozzon. Tehát most a fizetéseket nem nézzük, mert nem tudom, hogy kinek mennyi, meg hogy van a fizetése, vagy hogy teljes állású edző, nem teljes állású edző, de szerintem nem is ez a lényeg, mert aki szerintem ezt csinálja, az remélem, hogy minél többen teljes szívvel csinálják, és szerintem ez a lényeg benne. Tehát én inkább a TAO-t onnan közelíteném meg, hogy nagyon nagy gond lenne, ha nem lenne, vagy nem tudom, hogy mennyire lenne gond. Tehát most akkor újra a pályák önkormányzaté lenne, és akkor csinálna a jeget. Mert én időmben tudom, hogy önkormányzat adott buszt, adott jeget, adott felszerelést, és akkor sportolj. De hát az ugye régen volt. Most nem tudom, hogy ezzel hogy állnánk. Tehát egy jégpályát fenntartani nem tudom, hogy lehetne TAO nélkül, vagy hogy lenne egyáltalán. Az a baj ezzel, hogy mondtál egy-két olyan mondatot, amiben így nagyon szívesen belekapaszkodnék, de nem akarok nagyon nagy füstet eregetni, de azért mégis, tehát hogy nagyon sok edző van, és nagyon jó edzők vannak, és te reméled, hogy ezek közül sokan nem a pénzért csinálják, most lesarkítottam, amit mondtál, nekünk, akik szurkolóként figyeljük az utánpótlást valamennyire, vagy próbáljuk, és látjuk ugye, ahogy Albi mondta, a nagyválogatottat, amiről szól igazából ez az egész 20 év, amit előtte leteztek ti edzők, meg játékosok az asztalra, az jön ki belőle, hogy lehetne ez jobb is. És én elhiszem, hogy vannak olyan edzők, akik tényleg szívvel, lélekkel csinálják, és most én leszek a fogadatlan prókátor, és azt mondom, hogy te nem annyi, mint amennyire te reméled, hogy annyi van. Hát ezt honnan én tudjuk? Én leszek, és én meg várok egy ilyen megtisztulást, hogy azok az egyesületek, akik mondjuk azért jöttek létre, mert fölveszünk 25 gyereket korcsolyázni, és akkor az 25 millió évente, hogy ezek meg fognak szűnni. Egyrészt azért, mert nem olyan szakmai munka folyik benne, nem visznek oda gyereket, másrészt csökken a TAO, vagy mit. Tehát, hogy ezek úgy maguktól kiselejteződnek majd. Arra van kimutatásunk, hogy mondjuk ezekből a kis egyesületekből hány gyerek végzi, mondjuk a nagyobb egyesületeknél mondjuk úti. Ez a kérdés, után. Hogy ez finanszírozva tehát, hogy nem biztos. Nem biztos, hogy ők rossz munkát végeznek, vagy nem biztos, hogy ők... Nem tudom, hogy a kis egyesületekből hány játékos tudnak a nagyobb egyesületeknek föladni, hogyha mondjuk ők arra vannak specializálódva, hogy U14-ig vannak csak. Tehát szerintem ezek nem rossz dolog, hogy ennyi kis egyesület van ennyi kis pályán. Nem rossz az, hogy ennyi gyerek megismerkedik ezzel a sporttal. Itt az a kérdés, hogy minőségbe, mennyi kerül onnan föl, de a nagy egyesületektől sem sincs az a óriási minőség, mint látjuk. De szerintem meg a felnőtt válogatott az megint kicsit más, mert az meg teljesen másfajta dimenzió, meg másfajta dolog, meg a TAO, amióta van szerintetek, a TAO rendszer elérte már a felnőtt válogatottot? Tehát oda elég gyerek tudott már annó felkerülni a TAO rendszerből, és a TAO rendszer is, amikor elkezdődött... Pont ez a baj, hogy nem. Hát szerintem, igen, de meg de az volt idő. Rá az idő? Az meg, idő meg volt rá? Tíz éve van TAO, nem? Tizen pár éve. Több az már.
Tehát most már azért kéne, hogy legyen ott egy-kettő fiatal, és nem egy Slekire gondolok, aki már bemutatkozott, vagy egy Pap Kristófra, aki ugye már fiatalkora volt a külföldön van, hanem az Erste Ligában, és akkor engedjük el egy picit a válogatottat, az Erste Ligában sem látod azokat a 18-22 éves játékosokat, akik bevernék az ajtót, és keretestül viszik be a pályára. És megadják azokban, szembe. És megvan adva nekik a lehetőség, hogy betörjék az ajtót? Ez már egy másik kérdés, hogy ugye azt nagyon sokszor halljuk, és ezt mi is nagyon sok adásban mondjuk úgy, hogy számon kértük, vagy ráolvastuk az Erste Ligára, hogy a 21 éves játékos az már nem tehetség. Annak már játszania kell. A 18 éves vagy a 17 éves az tehetség, az hogyha bekerül a felnőttbe és pontokat szerez, vagy jól védekezik, akkor lehet rá mondani, hogy egy fiatal tehetség, de a 21 éves ma, a mai sportban már nem tehetség, hanem egy érett játékosnak kéne, hogy legyen. Igen, csak Ádám szerintem arról akar beszélni, hogy az Erste Liga edzők nem annyira bíznak ezekbe a fiatalokba, nem dobják be őket, hanem helyette hoznak 6 fint. Vagy nem biztos, hogy az edző. Lehet, hogy a klubmenedzsment nem eredmény kell. Nem tudom. Uh-huh. Nem tudom, de nekem pont azt tetszik, ami most itt megy, hogy tényleg ott a lehetőség. Látnám azokat a játékosokat, és remélem minél többet látok, aki berúgja az ajtót, és hogyha berúgja az ajtót, akkor megkapja a lehetőséget. Tehát tényleg rúgja be az ajtót. És tök mindegy, hogy 17 éves, 18 éves, akkor meg fogják neki adni a lehetőséget, mert ezt találtuk ki, vagy ezt találta ki a vezetőség, ezért hozott ide. Nekem az a dolgom, hogy ezeket a játékosokat rávegyem arra, hogy berúgják az ajtót. Nagyon gyorsan. Így van, csak megint itt jön elő, hogy fejbe akkor most mennyire erős ez a generáció. Hogy képes-e berúgni azt az ajtót. Mert mi berúgtuk 14 szlovákra az ajtót, tehát nekünk volt olyan Újpesten, hogy 14 szlovák volt az öltözőbe. De páran azért csak oda kerültünk. Vagy mikor a Godóék voltak ott, tehát amikor a Godóék ott voltak Újpesten, hát olyan keret volt, hogy és mégis ott voltunk majdnem egy sor fiatal. Még a Rafajati, Rocsanov Dezső, tehát hogy ott voltunk. És játszottak, és tényleg beraktak 4 szlovák közé. Tehát még a Szikorcsin, Zloha, Dubek, hármas volt elől, és én voltam hátul a Gallóval, 19 évesen. Oké, lehet, hogy a Janinak ebben nagy keze volt, az Ancsin Janinak, de nem ő volt az edző, a Giblák, de ő volt a másod edző, de hogy minket oda mertek rakni, és remélem, hogy minél több ilyen fiatal lesz, akit oda mernek rakni. Tehát mi is most tényleg tök jó mentalitású finn játékosok jöttek ide az Erste-be, és nagyon remélem, hogy ők nem együtt lesznek mondjuk öten, hanem tényleg bekerül oda mondjuk egy fiatal magyar srác. Uh-huh. De könyörgöm, ez rajtuk múlik. És tényleg azt akarja mindenki látni, hogy szakítsák szét a teszteken a dolgokat. Oké, első tesztjük volt. Lehet, hogy ezt nem is érezték át, lehet, nem is tudják. Lehet, hogy holnap kapnak egy fejmosást, és utána máshogy állnak a dolgokhoz. Nem tudom, hogy mondjuk a titánoknál, ahol mondjuk kötelező játszatni a fiatalokat, ott például azok a fiatalok mennyire érzik azt át, hogy nekik ott milyen jó dolguk van, hogy játszani kell, és tényleg, bár tavaly ugye meg ott is azért edzőfüggő, tehát ott egy nagyon jó edző van, és nyilván kihozta belőlük azt, amit talán ki lehetett hozni. De reméljük, hogy azok olyan mentalitású fiatalok, hogy ezt megélik ezt a dolgot, és jól élik meg ezt a dolgot. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen 21-ben, 18-ban az edzőknek nagyon nagy felelősségük van az irányába, hogy tényleg olyan játékosokat neveljenek, hogy próbálják berúgni az ajtót. És tényleg a tűrés határaikat feszegetni edzéseken, és mindenhol, hogy szokjon hozzá, hogy neki mindenért meg kell küzdeni. De ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Úgy, hogy mellette ott az iskola, mellette ott, hogyha visszatérünk arra. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett dolog. És nagyon nehéz azt a mesdjét megtalálni, hogy te hogy próbáld a gyerekből a legtöbbet kihozni, úgy, hogy mellette még maradjon ereje tanulni, keljen föl reggel iskolába, stb. Egyetemre menni. Még egy kérdés az akadémiákkal kapcsolatban. Ugye ti nem vagytok akadémia, hogy ez nektek mennyire nehéz, mennyire kell velük versenyeznetek, hogy játékosaitok legyen, kell egyáltalán, vagy nektek oda feladni kell játékos? Tehát mit gondolsz az akadémiai rendszerről, hogy az jó,
mint ti nem akadémiai klub a ti szemszögötökből? Szerintem, ha mi jól dolgozunk, és látják azt a srácok, szülők, mindenki, hogy itt van lehetősége az ő gyerekének, akkor nem feltétlenül viszi akadémiára, mint amit be is bizonyosodott. Amúgy az akadémiai rendszer szerintem jó, és jól is tud működni, és remélem, hogy jól is működik, nem látok bele. Nyilván konkurencia, mert kevés gyerek van, és a gyerekekért mindenki harcol, de szerintem az akadémiák jól kezelik azt, hogy nem biztos, hogy mindenki oda akar menni. És nem az van, hogy mondjuk akiket idehoztunk válogatott játékosokat, azoknak naponta csörög a telefonjuk, hogy menjen oda. Mert talán ezt már mindenki látja, hogy jól van egy Erste Liga klub, ott egy játékosnak azért van lehetősége, és van fejlődési ciklusa. De szerintem, mint akadémiai képzés, az jó, és lehet, hogy ugye azon vitatkoznak, hogy sok vagy nem sok ez az akadémia. Ha több gyerek lenne, és nagyobb lenne a merítés utánpótlásba, akkor lehet, hogy még több akadémia is jó lenne. Nyilván ők ki tudnak menni egy külföldi bajnokságba, mi ezt nem tudjuk megtenni. Nekünk nincs meg hozzá a keretünk, de mi próbálunk másfelével kompenzálni. Tehát mi azt a meccsterhelést mondjuk megpróbáljuk megadni azzal, hogy délelőtt a felnőttel edz a fiatal. Hogy okoskodik az ember, vagy nem is okoskodik, hanem próbálja a legjobbat kihozni az adott szituációból, és utána meglátjuk, hogy mi lesz ebből. De én úgy gondolom, ahogy most látom, és ahogy már a második nap kezdi a felnőtt edzői stáb beintegrálni a srácokat, hogy ez egy tényleg jó működő dolog tud lenni. Pont ezt akartam kérdezni a jövővel kapcsolatban, de ilyen hülye kérdés, én utálnám, ha valaki tőlem ezt kérdezni, hogy hol látod magad 5 év múlva, de hogy nem is így magadat, hanem ezt a projektet, hogy látod az újvárosi jövőt. De ezt azért is kérdezem, egy gyors sztorit akkor itt beleszövök, hogy mi ugye nem Újvár, mi pestiek vagyunk, és Pesten Fradi szerettünk meg, a Fradi által szerettünk meg a jégkorongot, ugye Fradi-Újpest rivalizálás volt, és amikor az újvárosi fiatalok, ugye a Ladányjégben berúgták az ajtót, rárúgták a Fradira, és ugye vele párhuzamosan a Fehérvár, és akkor valamiért, amikor volt ez a rivalizálás, mi a újvárosiak felé szimpatizáltunk, mert úgy éreztük, hogy ők az esélytelenek csapat, holott felváltva nyerték a bajnokságokat. Úgyhogy picit mi is így szomorúan láttuk az elmúlt években, hogy ez a Újváros azért nem úgy szerepel, azt szoktunk mondani, hogy az újkori magyar jégkorong egy bölcsője, és ugye ahhoz képest nagyon, hát azt lehet mondani, hogy síralmas eredmények jöttek ki az utóbbi években, hogy ezért kérdezem, hogy látod ezt a, most látom, hogy elég pozitív vagy, de gondolom ennek ez nem holnap lesz Erste Liga döntő, de mit tudom, ennek 2-3-4-5 év távlatában. Hát, erre nem biztos, hogy én tudnék a legjobban válaszolni. Mivel lennél elégedett a következő hétben? Nem, én azt látom, hogy mint csapat ebből a 2-3 napból, és a teszteken, és mint csapat kohézió, az egy nagyon jól működik már most. Úgy hallottam, hogy sokkal erősebb légiósok jöttek, mint akik voltak. Nyilván jöttek magyar játékosok is, ők is jó színvonalat képviselnek. Nem tudom, nem, megmondom őszintén, hogy én nem tudom, hogy mi a vezetőségnek az elvárása az Erste Ligával. Tehát erre azért nem merek, meg nem is akarok válaszolni. Én mondtam a vezetőknek, én annak örülnék, hogyha a popcornnal a kezemben fönt ülnék Erste Liga meccsen lelátón, és minél több játékosom szaladgálna a jégen az Erste Liga mérkőzéseken. Tehát nekem inkább ez, és az, hogy minél több játékos tudjak beintegrálni pár év alatt. Én inkább ez irányba. Az, hogy most ők milyen eredményt érnek el az Erste csapat, arra nem merek, meg nincs is jogosultságom szerintem válaszolni. Én szurkolok nekik, és nyilván, hogyha játszik ott egy-két játékosom, akkor érte még jobban, és azon leszünk, hogy minél többen ott legyenek. Amit nagyon remélek, hogy ez így lesz, és tényleg elindul az Újváros egy olyan irányba, hogy
hogy minél több saját nevelési srácot föl tudunk majd nyomni. Legyen így. Két mondat így zárásként. Az egyik a fiataloknak szól. Ha Újvárosban jégkorongozol, és még nem beszéltél Ádámmal ma, akkor futva menjél az edzésre. Igen, az egy jó pont. Ez egy nagyon fontos jó pontot tud szerezni. A másik, hogy hát nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, és én nem szoktam ilyet mondani, de most tényleg azt gondolom, hogy azon túl, hogy ez egy jó beszélgetés volt, legalábbis mi élveztük, az süt rólad, hogy baromi lelkes vagy, és nagyon hiszel ebben az egészben, és ez tök jó látni, és ez tök jó érezni, és kívánjuk, hogy a lehető legnagyobb mértékben valóra is váljon az, amiben most hiszel, amiért dolgozol és dolgoztok a társaiddal. Nem mondom azt, hogy nyerje meg a DAB az Erste Ligát, és az ASP az Andersen Ligát, de akár. Az a túlzás lenne. De akár. Főleg a második. Hetler Ádám, nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, és sok sikert kívánunk a munkához, jó egészséget, és minél több ügyes játékost. Én köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és minden jót nektek is. Köszönjük a figyelmet, további kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek, sziasztok! Sziasztok!